A megszokott kis létszámú kerettel és mindössze egy kapussal a mezőny első felének valamelyik helyét megszílozva vágott neki a bajnokságnak a legutóbb második helyen végző nagyesedi együttes. Adamski Róbert játékos edző tanítványai az első öt meccsüket megnyerték, így a szezon harmadánál a tabella élén állt a csapat. A folytatásban aztán becsúsztak vereségek, végül 10 győzelemmel, egy döntetlennel és 4 vereséggel a táblázat második helyén tölti a téli szünetet a nagyesed Erese. A csapatnál az 1-8 helyezés volt kitűzve, mondjuk ez ugyanúgy, mint tavalyi évben, szerencsére az idén is felülmúltuk. Hát én úgy gondolom az erőviszonyokat tekintve, tehát az első 10 helyezett viszont bárhol lehet, a Balkán kicsit kitűnik szerintem a mezőnyből, tehát nem véletlenül telelnek az első helyen. Onnantól kezdve viszont a dobogóért középmezőnyel biztos, hogy óriási harc lesz. Bár a félidei helyezéssel elégedett a játékos edző, azt sajnálja, hogy több mérkőzésen előzetesen bekalkulált pontokat veszítettek. Gondolok olyan mérkőzést, mondjuk a gyulaházi 2-re kikaptunk, ahol mi pontokat termeltünk. Ugye akkor volt egy balkányi is fájó, ugye rangadót játszottunk egy 5-2-es vereséggel. Hát ez ilyen a foci, ez benne van. Hát győzelmekről voltak szép mérkőzésénk, én úgy gondolom, főleg hazai pályán. Tehát ott gyakorlatilag mindenkit megvertünk, az a balkányi vereség volt. Hát ott nem, így kiemelni nem tudok, én nekem minden győzelem szép. A felkészülés január 10-én kezdi a csapat, a sérülés miatti fél éves kihagyás után visszatérő Bodogán Zoltánnal és Bornemisza Istvánnal soraiban. A nagyecsed Máté Szalkán is Balkányban vesz részt egy teremtornán, majd a szabadtéri felkészülési meccseket követően Ibrányba látogat a február 25-én esedékes tavaszi nyitófordulóban Adamski Róbert együttese.